Sziasztok! Ma ezt a képünket fogjuk elkészíteni. A mappában megtaláltok a színeket, amit hozzáadtok az egyéni színekhez, amit én már megtettem. Na most nyitunk egy 900x600-as üres lapot. Hát igen. Képszín, kezelés, RGB szín. És bemenjünk a szűrők. Muramaster Claude. Itt egyszer álljunk át a multiplire a blend módnál, és jelöljük be a source balance, most pedig a színeink lesznek előszín, hátszín, és a beállítások 100, 160, 3, 70, akkor ugyancsak 160, 0, 0, 0, és az utolsó pedig legyen 2. Tehát 100, 163, 70, 160, 0, 0, 0 és 2. Itt pedig nem állítunk azt hiszem semmit, mert nincs is mit. Tehát ott nem kell állítani. És leokéztuk. Na most. Szűrők, elmosás, körkörös elmosás. Egyszer, és leokéztuk. Szűrők, elmosás, egyszer művészi elmosás. Nem vettem észre, bocsánat. A háttérnek pedig adjunk szűrők, textúra, egy, hát legyen a vakolat. Szűrök, tompítjuk elmosással, és a következőkben a mappából behozzuk ezt a színes üvegecskéket, ezt kimásoljuk, ide beillesszük új rétegként, kézi beállításokkal állítsuk 900 a szélesség és 600-ra a magasságot. Lehet 0-0, de lehet automatikusan idefel. És leokéztuk. Egyesítjük az előző réteggel. Szűrök, simple, quick tille, apply, szűrők, elmosás, körkörös elmosás, egyszer, és még egyszer szűrők, elmosás, körkörös elmosás. Szűrők, elmosás, művészi elmosás. Na most hozzunk be egy réteg új üreset, és töltsük ki a hátszínnel, majd behozzuk az első maszkunkat, amelyik ez az E1710 lesz, és leokéztuk. Bemenjünk a szűrők filter unlimitedbe, itt pedig kikeressük az Andrus filter, mindjárt mondom is, hogy melyiket, a 20-ast, és random retro pocket, és válasszuk, hát nem tudom, hogyha ez, nem ez, ez. Ennek a beállításai, tehát Andrus filter 20, random Retro Pocket, hát ennek a beállítása is 181,
104, 45, 181, 73, 245, 228 és 176 és apli. Na most, a beállításokkal adunk neki egy árnyékot. Legyen 5, 5, 50 és egy 12-es sugarat. Oké. Okay. Árnyék egyesítés és újra beállítások árnyékolás, de most mínusz 5 és mínusz 5. Oké, okay. És árnyék egyesítés. Na most lépjünk vissza erre a színes kavalkádra. Vegyük a kijelölőt és a téglalapot. Először kiválasszuk a felsőt, vagyis hát számozzuk meg, összesen van 9, egyszer válasszuk ki a legelsőt. Ezt kimásoljuk, ide beillesszük új rétegként. Ezt most szabad átalakítással tegyük 70-re, majd meglátjuk, hogyha tovább kisebbre. Hát kisebbre vesszük. Még egyszer, tehát szabad átalakítás, 90. Oké. Okay. Helyezzük el a maszk alá. Visszalépünk újra erre a színes kalkádra, most pedig kiválasztom a 9-est, tehát a legutolsót. Látjátok, mindegyiknek más-más mérete van, ezért jobb kijelölni, nem így játszani, mint én most itten, de mindegy. Ezt kimásoljuk, újra beillesszük új rétegként. Most ezt is szabad átalakítással egyszer teszem 70-re, mivel hogy más mérete van, lehet, hogy pont jó lesz. Hát szerintem így ez pont jó. A kettőt pedig egyesítjük. Lépjünk vissza a kavalkádunkra. Most pedig kiválasszuk az ötödiket. Tehát az ez lesz. Ezt is kimásoljuk, beillesszük új rétegként. Rakjuk egyszer ezt is 70-re szabad átalakítással. Így. És most ezt ide helyezem el, de látom, hogy ez most már túl nagy. Még egyszer 90-re teszem a szabad átalakítással, és elhelyezem. Így. Visszalépünk, de azt hiszem már utoljára. Most pedig válasszuk a harmadikat. Az ez lesz. Mindenki olyant választ, amilyent akar. De ezt kimásoljuk, beillesszük. Szabad átalakítás 70. Oké. Okay. Ide elhelyezem, és ezt is most megint szabad átalakítással 90-re teszem. És még mozgatok egy kicsit rajta. Hát így jó lesz szerintem. Így. Ezt is egyesítjük az előző réteggel, és újra egyesítjük az előző réteggel. Adjunk neki szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel. Lépjünk rá a háttérre. Ez a színes kavalkád, mert nem kell, ezért bezárom. Rálépünk a háttérre, bemenjünk a szűrők filter unlimitedbe, és innen pedig a papír textúres, az valahol itt van, innen veszik a papír kászi, de a beállítása 118 és 89 és apli.
szűrők, élesítjük, mikrokontraszt 12-vel. Na most lépjünk tovább. Behozunk egy új üres réteget, és töltsük ki az előszínnel. Most pedig behozzuk a második maszkot a mappából. Az lesz ez a Voile maszk, mindegy. Leokéztuk. A beállításokkal adjunk neki egy árnyékot. 1, 1, 100 és egy 1-es sugár. Oké, árnyék egyesítés. Szűrők, textúra, merített papír, egyszer. Szűrők, textúra, merített papír, még egyszer. Szűrők, élesítjük, mikrokontraszt 12-vel. Ezt a réteget kettőzzük meg. Bemenjünk a szűrők filter unlimitedbe. Innen pedig a VM Natural, a Wave Distortion, hát hagyjuk ezt a beállítást, Apply. A normál fényt tegyük lágy fényé, és 80%-ra. Szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel élesítjük. Lépjünk le az előző rétegre, vagyis a maszkunkra. Élesítjük mikrokontraszt 12-vel, és ezt is tegyük 80%-ra. Lépjünk a háttérre, és másoljuk ki a hátteret, majd réteg egyesít minden réteggel. Kép külső keret, 2 pixel a hátszínnel, oké. Kép külső keret, 2 pixel az előszínnel, kép külső keret, 50 pixel a hátszínnel, most illesszük idebe új rétegként a hátteret, ezt kézi beállításokkal, hát lehet 0-0, így is jó, de lehet 0-0 is, meg automatikusan fel. A szélesség 1008, a magasság pedig 708 lesz. Oké. Kijelölés, összes kijelölés, kijelölés, összehúzás 50. És nyomjuk meg a delete-t a billentyűzeten. Kijelölés elrejtése. Szűrők, elmosás, Gauss elmosás. None. 50 pixel, oké. És a függőleges tükrözéssel egyszer dobjuk át. Szűrők, textúra, más. Hát kiválasszuk ezt az án textúrát, a mappában meg fel lesz téve nektek. 50, 100 és 0. És leokéztuk. Szűrők, élesítés, mikrokontraszt, 12-vel élesítjük. Kijelölés, réteg kiválasztás,
szűrök, kontúr 3D, hát keressük, leképezés, kontúr 3D, kiválasszuk persze a színeinket, mert nem ezek a színek. Előszín. Jaj, de nehezen mozog meg a hátszín. Így. Hát várunk. És leokéztuk. Kijelölés elrejtése. Réteg, egyesít minden rétegen. Na most kép külső keret, 2 pixel a hátszínnel, kép külső keret, 2 pixel az előszínnel, és kép külső keret, 2 pixel a hátszínnel. Más nincs hátra, csak hogy behozzuk ezt az egyiptomi csajt, kimásoljuk, beillesszük új rétegként, hát egy kicsit kéne, szabad átalakítással tegyük 95-re, oké, elhelyezzük, így, még egy kicsit azért réteg méretezéssel nagyobbra teszem, így, és rögzítés. Szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel élesítjük, a beállításokkal pedig adunk neki egy árnyékot, 5, 5, 50, és egy 25-ös sugarat, oké, árnyékegyesítés, és újra beállítások árnyékolás, mínusz 5, és mínusz 5, oké, és árnyék egyesítés. Réteg, egyesít minden réteggel. Réteg új üreset hozok be a szignónak. A szűrők fotoPNG, kiválasztom a szignót, amit szoktam feltenni. 100%-ra, és így, hát ezt hagyom ebbe a színbe, beállítások, árnyékolás, 1, 1, 100, és egy 1-es sugár, oké, árnyékegyesítés, szűrők, domborítom, domborítással, réteg, egyesít minden réteggel. A képet pedig méretezzük 800 pixelre. Hát ennyi volt a mai leckénk is. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Köszönöm az eddigi elkészített képeket. Mindenkinek egy szép napot kívánok. Sziasztok!